Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Egy nemzet képes túlélni bolond vezetőit, még az ambiciózusait is, de nem lehet túlélni a belső hazaárulást. Az ellenség a határokon kevésbé félelmetes, mert ismert és nyíltan hordja zászlaját. De az árulók határainkon belül mozognak szabadon, az ő ravasz suttogásuk átoson a sikátorokon, kormány folyosóin is hallhatók. Az áruló nem néz ki árulónak. Ő a nép nyelvén beszél, a nép arcát érveit viseli, ő az emberi természet alantasságához szól, ami minden ember szívében titkon mélyen fekszik. Az áruló elrohasztja a nemzet lelkét, titokban éjjel dolgozik, alattomban aláássa a nemzet pilléreit, fertőzi a politikát, hogy ellenállni sem lehet. A gyilkos nem annyira félelmetes. Az áruló maga a pestis járvány. Cicerót idéztem, kedves nézőink, mégpedig azért, mert a témánk a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezést támogató szignók gyűjtése, és hogy miért ezt, azt fogjuk megbeszélni vendégemmel, Lukács Józseffel, közíró, a Vörösmarty Társaság alelnöke, és egyáltalán nem mellékesen erdélyi gyökerekkel rendelkező ízig-vérig magyar állampolgár. Tisztelettel köszöntelek. Köszönöm szépen, én is szeretettel köszöntök mindenkit, köszönöm szépen a meghívást. Érdekes volt ez a felvezetés. Hát mielőtt a nemzeti régiókról érdemben szólnák, hogy szólnék, csak azt szeretném elmondani, hogy ez bizonyos értelemben kapcsolódik ahhoz, amit mondunk, mert hogyha ma megkérdezik a Kárpát-medencében, hogy mondjuk az erdélyi magyarságnak ki végzi a politikai érdek képviseletét, akkor mindenki rávágja, hogy az RMDSZ. Most nem olyan régen volt az RMDSZ fennállásának a 30. évfordulója. Én ennek kapcsán egy hosszabb írást, illetve eszét írtam erről a 30 évről, ami meg is jelent. És hozzátenném a nemzeti régiókkal kapcsolatos mondani valónkhoz azt felvezetésként, hogy az RMDSZ az erdélyi magyarság önrendelkezési törekvéseit fennállásának első 6 évében támogatta, mégpedig egy nagyon fontos dokumentum alapján, a 4. kongresszusán 1992-ben Kolozsváron elfogadták az úgynevezett kolozsvári nyilatkozatot, amely az önrendelkezési törekvéseket pontokba szedve tartalmazta, és mikor a szavazás megvolt, és a nyilatkozatot megszavazták, akkor az RMDSZ parlamenti képviselői, önkormányzati képviselői, a vezető politikusai a Majtás templomban felesküdtek ennek a nyilatkozatnak a képviseletére. Azonban 1996-ban az RMDSZ először vált romániai kormánypárttá, demokratikus konvencióval együtt egy jobb-közép koalíciónak a részesévé vált, és ettől a pillanattól kezdve átalakult tulajdonképpen politikai érdekvédelmi szervezetből romániai parlamenti versenypárttá. A mai napig ezt elmondható róla, és kevés olyan parlamenti párt van Romániában, akivel koalícióban ne lett volna, vagy kívülről politikai szerződés formájában ne támogatta volna. Azóta az autonómia törekvéseket, az önrendelkezési törekvésekről nem beszélt csak a kampányokban, és nem is érdekel ez, hiszen a bukaresti parlamentben nem veszik jó néven, hogyha valaki a romániai magyarság autonómia törekvéseiről beszél, mert mindenféle megnyilvánulást elszakadási törekvésként apostrofálnák a románok. Így aztán az RMDSZ politikusai az országos politikai törvényhozásban vesznek részt, a magyarok önrendelkezésről nem nagyon beszélnek, mert akkor nem jutnak hozzá azokhoz a szerephekhez és előnyökhöz, amelyek megilletik őket parlamenti képviselőként. Éppen ezért nagyon fontos a Székely Nemzeti Tanács. Ugye, amikor arról beszélünk, hogy miért is fontos, tisztázzuk, hogy már megalakulásakor a két legfontosabb pont, amit leszögeztek, hogy egyetlen célja Székelyföld autonómiájának kivívása egyik oldalról, a másik oldalról, hogy egy cél megvalósításáért kizárólag a jog és a demokrácia eszközeivel fog élni.
Így van. És ez egy nagyon-nagyon fontos, hiszen egy határozatot is hoztak 2008-ban, és akkor itt már ez kapcsolódik a mai beszélgetésünkhöz, hogy ez egy szabályozás. Ennek a szabályozásnak az Európai Tanács számú ajánlásaira a regionális autonómia kartájára az Európai Parlament uniós állampolgárságra vonatkozó 1991. november 21-én elfogadott határozatára kell épülnie, és nemzetközi standardként kell kezelnie mindazoknak az egyéni és kollektív jogoknak az elismerését, amelyeket az Európai Unió tagállamai eddig általánosan elfogadtak. Így van, ezek azok a határozatok, amelyeket már mindenki elfelejtett, és amire senki már az Európai Unióban nem hivatkozik. Már például az 1201-es ajánlást, amit a 90-es évek elején oly sokat emlegettek, és amely még az etnikai alapon szerveződő pártalakulásukat is lehetővé tette, illetve ajánlotta, a nyelvi kartát, a kisebbségi regionális kartát, és ennek társait, és ezeknek társait teljesen elfeledték már, és az Európai Unió nem is nagyon foglalkozik a közép-európai nemzeti kisebbségek közösségi jogaival, ugyanis, hogyha meggondoljuk, és ez az elmúlt 10 évben igen-igen látszott, az Európai Unió országainak elég nagy része tulajdonképpen nemzeti közösségek egyesüléséből, együttéléséből alakult ki. Ha csak Belgiumra gondolunk, ott van a flamandokból, a valonokból és a németek együttéléséből alakult ki Belgium. Ha a Spanyolországra gondolunk, ugye a baszkok, az andalúzok, a katalánok, tulajdonképpen Nagy-Britanniában is ott vannak az angolok mellett a skótok, a velsziek és az írek, és ott sem volt mindig béke, még ezelőtt egy néhány éve emlékszünk az ír-ira mozgalomra, aminek aztán lett egy fegyverszünetelés bejelentése után egy polgári pártja, a Sinn Féin, ami még kormányerő is lett aztán Írországban. Úgyhogy a Franciaországra, hogyha gondolunk, Franciaországban is több nemzetiségnek az egyesüléséből, az együttéléséből, a szerves összekapaszkodásából alakult ki a francia állam. És hogyha a közép-kelet-európai nemzeti kisebbségek közösségi jogaival sokat foglalkozik az Unió, akkor egyre több olyan jelenség üti fel a fejét, mint amilyen a katalán mozgalom, mint amilyen volt a velszi és a skót mozgalom, ők már nagyon széles autonómiával és saját parlamenttel rendelkeznek. De hát azt is tudjuk, csak erről keveset beszélünk, hogy az elmúlt 10-15 évben Belgiumban nagyon hosszú éveken keresztül csak megbízott kormány volt, ugyanis a választásokat mindig a Nemzeti Flamand Párt nyerte, és a Nemzeti Flamand Párt pedig elszakadás párti, ezért aztán valahogy mindig a belpolitikai ügyeket úgy csülték, csavarták, hogy valahogy a Flamand Pártot elüssék mindig a kormányzás lehetőségétől, addig pedig megbízott miniszterelnöke volt Belgiumnak is, például Michels az Európai Tanácsnak a mostani elnöke hosszú éveken keresztül ilyen szerepben volt Belgium miniszterelnöke. Ezért fontos volt a lisszaboni határozat, illetve a lisszaboni szerződést, mert ennek tükrében ez természetes volt mindenki számára, hogyha konkrét lehetőség nyílik, akkor ezzel a lehetőséggel a Székely Nemzeti Tanács él. Tehát ugye megszületett a 2011. júniusi ülésén a Székely Nemzeti Tanácson ez a két határozat, amit elmondtam, hogy feltérképezik azokat a szövetséges nemzeti régiókat, amiket az imént is említettünk. A másik pedig, hogy a Székely Nemzeti Tanács egyértelműen kimondta, hogy élni kíván az uniós polgári kezdeményezés lehetőségével. Aztán el kellett tennie némi időnek, de vajon miért kellett várni eddig? Hiszen eltelt 8 esztendő. Azért kellett várni eddig, mert az erdélyi belpolitikai életben
az LMDSZ-nek mindig, jelen pillanatban is mindig érdeke az, hogy más politikai pártok vagy politikai köztestületek ne erősödjenek meg, és ne legyenek az érdekérvényesítésnek a fontvonalába. Számos belpolitikai probléma volt, másrészt pedig az is hátráltatta ezt az ügyet, hogy adott pillanatban a 90-es évek közepén elhangzott Romániába, és ezt az Európai Unióba is elmondták, hogy a közép-kelet-európai közöttük a romániai kisebbségek ügye az egy megoldott kérdés, és ki kellett találni azt, hogy milyen formát lehet ennek adni. És miután az erdélyi székelytanács már régebben megalakult, hiszen a udvarhelyi központtal, hiszen valamikor az erdélyi magyarság autonómia statútumai Csapó József nevezetű székelyudvarhelyi parlamenti képviselő fogalmazta meg, aki aztán miután vissza kellett, hogy vonuljon koránál és betegségénél fogva vissza kellett vonuljon a közéletből, ez a történet egy kicsit gazdanélkül maradt. Az RMDSZ nem képviselte az autonómia törekvéseket, és létre kellett hozni politikai köztestületeket, újjá kellett alakuljon gyakorlatilag a Székely Nemzeti Tanács, és Tőkés László vezetésével megalakult Szatmáron az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, ez két politikai köztestület, akik választásokon nem indulhatnak, viszont politikai ügyeket és politikusokat akár képviselőjelöltként vagy képviselőként támogathatnak. És mivel a Székelyföldön élnek tömbbe a magyarok, a Székely Nemzeti Tanácsnak kellett felvállalni ezt a képviseletet és mindent előről kezdeni, ezért az első európai léptékű kezdeményezése, a Nemzeti Kisebbségek Védelme és Elismerése című polgári kezdeményezés volt a Minuluti Safe Pack, aminek az aláírás gyűjtése az sikeres is volt, de ebben óriási szerepet vállalt a Rákóczi Szövetség. És ennek következtében lehetett sikeres. És ez aztán ahhoz, hogy ez sikeres legyen, és így van a nemzeti régiók esetében is, 1 millió szavazat kell minimum az Európai Unió minimum 7 országából, akkor ez a kezdeményezés az Európai Parlament asztalára kerül, amit megtárgyalnak, és valamilyen fajta rendelet vagy törvény kell, hogy szülessék belőle. A nemzeti régiók esetében ez egy kicsit nehezebb ügy, mert nincs egy Rákóczi Szövetség, nagyobb az érdektelenség, nagyon sok ellendrukkel van, hogy így fejezzem ki magam. A magyar kormánynak még akkor sem lenne elég szabad vegyérték arra, ha nem élnénk ebbe a rettenetes helyzetbe, amiben most van mindenki, mert annyi mindennel foglalkozik, olyan nagymértékű elfoglaltságok vannak, csak hogyha azt mondom, hogy az elmúlt 10 évben több mint 300 templomot tataroztak és építettek. Tehát nagyon-nagyon sok az elfoglaltság, külön embert és külön grémiumot nem lehet erre kijelölni, és ezt nyilvánvaló, hogy Erdélyből kell valaki elsősorban képviselje, onnan a Székelyföld képviselői. Az RMDSZ nem tartott soha, most a mai pillanatig sem, a mai napig sem tartott külön, vagy közös sajtótájékoztatót Kelemen Hunor, Izsák Balázssal, a Székely Nemzeti Tanács elnökével. Holott ez természetes lenne, hogy leüljenek, és egy nemzeti ügyet az erdélyi magyarságnak az önrendelkezési jogával kapcsolatos legfontosabb célokat azt támogassa, és ezt naponta elhangozzék. Erre soha eddig nem került sor, sőt annak idején az első nagy Székely Nemzeti Tanács által szervezett nagy márciusi menetelésnél Markó Béla, az RMDSZ elnöke, akkori elnöke nem is vett részt. Igen, ez, bocsáss meg, de ehhez kapcsolódva, hogy az elmúlt évben kétszer is volt alkalmam beszélni Tőkés Lászlóval, egyszer a Nagyváradon a Szent László napokon, ahol erről is ejtettünk szót, a másodjára pedig, illetve először pedig tusványosan, igen, ahol ott volt ő is miniszterelnök úrral és Németh Zsolttal, és azt mondta, hogy bármennyire is furcsa az ő szájából, aki örök optimista és tett is azért, hogy ez az autonómia törekvés nyilvánosságot kapjon és erősödjék,
de nem lát rá lehetőséget, pontosan ezért, amit itt felvezettél, hogy a két erdélyi Magyar Néppárt, illetve az RMDSZ egyáltalán nem beszél egymással, azt tudjuk, hiszen teljesen más politikai platformon vannak, de csak önmaguk érdekli, hogy bekerüljenek nyilvánvaló az önkormányzatok vezetésébe. Hogy a hegemónia megmaradjon. Hogy megmaradjon a hegemónia, illetve a parlamentbe, hiszen az már egy más politikai sík számukra. Úgyhogy tehát ő azt mondta, és határozott volt, és tényleg azt mondta, hogy ne csodálkozzam ezen, de ő nagyon kicsi esélyt ad, bármely így legyen, mondta ő. Így van, hát Tőkés László is egyébként nem olyan rég, vagy 2-3 hete, talán 2,5 hete nyilatkozott a Kossuth Rádióba, és megpróbálta rávenni az embereket arra is elmondani, hogy miért szükségesek ezek az aláírások. Ráadásul még az elhangzottakat annyival kiegészíteném, ugye, hogy most egy fúzió történt nem olyan régen, hiszen az Udvarhelyen annak idején Szászenia volt udvarhelyi polgármester, létrehozta az erdélyi Magyar Polgári Pártot. Aztán Székely az erdélyi Magyar Polgári Pártnak a szereplése nem volt túl, hogy is mondjam, hatékony és túl sikeres, ezért aztán megint csak Tőkés László vezetésével létrejött az erdélyi Magyar Néppárt, aminek Szilágyi Zsolt volt hosszú ideig, volt parlamenti képviselő az elnöke, most Csomortány István az elnöke, egy nagyon tehetséges fiatal politikus, és nem olyan régen, ezelőtt egy pár héttel az erdélyi Magyar Néppárt és az erdélyi és a Magyar Polgári Párt egyesültek, fuzionáltak, és így próbálnak majd együttműködést kicsikarni, vagy együttműködni az RMDSZ-el, a Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel. Tehát a pártok szintjén körülbelül ez a helyzet most Erdélyben. De most akkor tekintsünk ki, hiszen a Kárpát-medence magyarjainak összefogására lenne szükség, illetve hát összesen 7 nemzet régióiból gyűjthető aláírás, és támogató aláírás természetesen. Miért ilyen gyér az érdeklődés? Az érdektelenség miatt azért, mert nincs, aki tulajdonképpen felvállalja ezt az ügyet, sem az anyaországban, sem Erdélyben. Ugye az RMDSZ valamit nem vállal fel, az nem csak azt jelenti, hogy nem vállalja fel, nem is tesz érte, de sokszor még obstrukciós jeleket is felfedeznek az emberek. A Kárpátalján ugye nagyon súlyos problémák vannak a nyelvtörvénnyel és egyéb olyan rendelettel és törvénykezéssel, ami nagyon súlyosan érinti a kárpátaljai magyarságnak a jogait, oktatási intézményes jogait és anyanyelvhasználatát. Ugye Felvidéken most egy néhány hete volt a parlamenti választás, a magyar pártok összefogását tulajdonképpen Bugár Béla megakadályozta, és a felvidéki magyarság pozsonyi parlamenti képviselőt nélkül maradt, és tulajdonképpen Délvidéken még elfogadható a helyzet, ott, ahol a Vajdaságban, ugye Pásztor István, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Szövetségének az elnöke, az ottani parlament elnöke és az alelnök, a frakcióvezető, és ők talán most egy olyan jó együttműködést kialakítottak a mostani szerb kormánnyal, ami lehetőséget nyújt arra, hogy egy kicsit artikulálódjanak és megjelenjenek a szerbiai politikában, ami az ő jogaikat és lehetőségeiket illeti. Ugye Vári Fábián László számtalanszor beszélt erről ugyanebben a kérdéskörben, tehát Kárpátalján is gondok vannak, azt nagyon is jól tudjuk. Persze, azért mondtam el az előbb, hogy, milyen, hogy most a lényeget erről nem akartam részletezni. No de, az fontos kérdés. A nemzeti most, régió, hogy a fontos most, arra most, a részletei. Most a nemzeti régiónkról beszéltünk, igen. Tehát a trianoni határok előtti magyarság képviselőiről, de mi a helyzet a többiekkel? Tehát itt esett szó nyilván a flamandokról, a vallonokról, katalánokról, baszkokról, akik szintén támogathatnák ezt a kezdeményezést, és ez a probléma, hogy talán hiányzik a rábeszélő szép szó, vagy hiányzik az önkéntes, aki ezt hirdet. Elmondom, a lényeg az, hogy ez a kezdeményezéshez, akkor a végével kezdem, hogyha a kérdés így hangzott el,
hogy ezt a polgári kezdeményezést, azaz a nemzeti régiók kezdeményezését hez nagyon sok európai ország nemzeti közössége hozzájárult, mégpedig a bretonok, a korzikaiak, a flamandok és a belgiumi német közösség, és még számosan mások. Ez nagyon fontos politikai szempontból, de ahhoz, hogy ezt az elkötelezettséget, a felsoroltak csatlakozását politikailag artikulálni lehessen, ahhoz kellenének az aláírások, hogy a folyamat elinduljon. Ugye, és ez a nemzeti régiók tulajdonképpen a második polgári kezdeményezése, Európa léptékű kezdeményezése a Székely Nemzeti Tanácsnak, aminek a célja egy lehetőleg európai parlamenti törvény által megfogalmazott önálló közigazgatás nélkül rendelkező olyan régiók létrehozása, amelynek a tömbben élő lakosait vallási, etnikai, kulturális, nyelvi tulajdonságaik okán megkülönböznek az őket körülvelő szomszédos területek többségi nemzeteitől. Tehát ez a lényeg, és ezeknek a régióknak a gazdasági fejlődéséhez szükséges az Európai Unió kohéziós alapjából származó támogatást azonos arányban kérik a többségi nemzetekével. Ugye, és itt nagyon érdekes, hogy a nemzeti régiók megfogalmazásakor tulajdonképpen egy új, a politikai közbeszédbe egy új fogalmat vezettek be, hiszen ezek a tömbben élő azonos történelemmel, kulturális identitással és hagyományjal rendelkező népcsoportok, mind amilyenek a székelyek is, gyakorlatilag áramalkotó tényezőként érnek az ők megfelelő életterükben, és ilyen nemzeti régiók és ilyen nemzetek, népcsoportok, ugye a nemzeti régió nem nemzeti kisebbségről, hanem nemzet és népcsoportokról beszél, ilyenek nagyon nagy számban, több mint 50 millió lélekszámban élnek európai területén, és ezeknek biztosítani kell az azonos hozzáférést az Európai Unió különböző kulturális, oktatási és strukturális alapjaihoz. Tehát ez ennek a lényege, és ehhez csatlakoztak az előbb említett nemzeti közösségek a különböző országokból, és ez nagyon fontos, és ehhez kellene az 1 millió aláírás legalább 7 országból, körülbelül 300 ezer aláírás van csak meg eddig, és már Izsák Balázs elnök úr, a Székely Nemzeti Tanácsnak az elnöke nyilatkozta, és nyilatkozatot jelentetett meg avval kapcsolatosan, hogyha ez nem sikerül, már pedig úgy néz ki, hogy alig 2,5 hét van hátra, hogy talán sajnos nem fog sikerülni, akkor az Európai Unió megfelelő grémiumaitól egy fél éves hosszabbítást fog kérni. Bízom benne, hogy megadják. Egyébként érdekes ez, hiszen a Magyarország gyűlés is elfogadta a határozatot, hogy támogatja a régiók védelme érdekében kezdeményezett. Igen. Aláírásgyűjtést, és nem is értem. Arról nem beszél, hogy ugye március 15-ére még röviden térjünk ki, hiszen egy napon volt Marosvásárhelyen és a Hősök terén a szolidaritási megmozdulás, ahol szintén élt a felhívással, nagyon sokan voltak. Igen, hát mindig a Székely Vértanúk emlékművénél van, és aki otthon van, és aki él és mozog, mindenki el szokott menni, de mégis... Hát Székelyföldön az történt, hogy házra jártak emberek, felkért emberek, úgynevezett politikai aktivisták, hogy így mondjam, az aláírásokért, de mégis van valami olyan kevés már, hogyha a magyarok lélekszáma, hogyha mindenki aláírja, akkor is kevés most már ezeknek az aláírásoknak a száma, nem beszélve arról, ugye, hogy a jelenléti évek nagyon nehezen jutnak el vidékre, falvakba, például Székelyföldön. Ugye internetes lehetőségek körülhatárt embereknek van, így az internetes címet azért mondjuk el, hogy www.nemzetiregiok.eu, ahol alá lehet írni két perc alatt ezen a weblapon ezt a listát, hogy ezt a támogató aláírást meg lehet ejteni.
Úgyhogy így nagyon-nagyon sok mindenbe ütközünk, nagyon körülhatároltak a lehetőségek, és például a jelenléti ívekkel, tehát a papíron megejtett aláírásokat még nem is összesítették. Igen. Tehát nagyon-nagyon nehéz ügy ez, hogy aki ebbe belekezd, igen-igen nehezen kivitelezhető, mert a lehetőségek és a hozzáférések is sokkal szegényesebbek és sokkal egyszerűbbek, kevesebb embernek vannak meg, mint mondjuk Magyarországon. Nem kincstári optimizmus, azért még reménykedjünk, illetve abban is, hogy az Unió meghosszabbítja ezt a határidőt, és mondom, kedves nézőink, önöknek is, hogy ne feledjék, ma ebben az esztendőben a nemzeti összetartozás éve van, és azt hiszem, hogy másokból természetesen, de ez a nemzeti összetartozás éve igenis vonatkozzék erre az aláírásgyűjtésre is. Én Lukács Józsefnek köszönöm szépen. Én is köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, önöknek pedig kérem, ne feledjék, ha lehetőségük nyílik rá, akkor csatlakozzanak az aláírásgyűjtéshez. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!